Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbe esett rettegés támad a népek között a tenger zúgás és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal, a mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek föl és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap mint a csapda úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Viraszzatok hát és imádkozatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. Ezek az evangélium igéi. Most imádkozzam azért, hogy növekedjék a hitem. Tehát, hogy minden pillanatban szabad nekem benne lenni annak az ájerében, hogy növekedjék a hitem. Tehát, hogy Isten felé tudjak lépni. Tehát az Isten világa, az a Földön, az a hitnek a világa. És ebben a világban, tehát a Földünkön, amikor Isten felé akarunk haladni, akkor növekedünk, és ennek a bizonyos uh, uh, hitbéli valóságnak, a hitnek a növekedését szabad kérnünk. Tehát, hogy valamilyen módon az az alapvető dinamizmus az életünkben, amely, amely ott van, ez a hit, és akkor tudok ehhez valamilyen módon adekvát módon hitelesen hozzáállni, hogyha kérem, hogy ez növekedjék. Kedves testvérek, advent első vasárnapja van. Az advent tudjuk jól úrjövetet jelent. Több értelemben szoktunk úrjövetről beszélni. Hát amikor így összeszámolgatjuk talán legalább öt jelentését, vagy értelmét, vagy tartalmát is meg tudjuk fogni ennek az úrjövetnek. Ugye van egy, van egy alapvetően kettős úrjövet, egy volt úrjövet, és egy olyan Úrjövet, amire várunk, az emberiség, ugye maga a magas zsidóság is ugye várt a messiásnak a megszületésére. Ugye ez az első Úrjövet, ugye az Ádámtól Krisztusig tartó szakasz. Ott van a második, ami, amire mi is várunk már. Nem csak megemlékezünk róla, hanem várunk is rá. Ugye ez az a szakasz, amely a Krisztus megtestesülésétől, a második eljövetelig tart, Ugye ez a ez a paruziának a világa, ez a végítéletnek az utolsó ítéletnek a a pillanata. Bárunk a mostané, most ö, ö, elénk ö, kerülő a most ö, most ö, Elkövetkezendő karácsonyra is. Hát ez a karácsony is nyilván azt az adventet feltételezi, ami most elindul számunkra. Tehát ebből a, ez, ez már a harmadik értelme az adventnek, ez a mostani advent is értelme vagy tartalma a mi adventi várakozásunknak. Azután rögtön találunk még több úrjövetet is az életünkben, Például ugye a személyes halálunknak a pillanata is nyilván egy úrjövet, tehát az arra való felkészülés is egy, egyfajta advent, és ugye a halálunk pillanata, illetve az azt követő időtlen idő, az pedig nyilvánvalóan az, az Isten elvaló találkozásnak a, a, a örök jelene tulajdonképpen. Ez is egy advent, tehát a halálunk pillanatában is várjuk az Istent, és halálunk után találkozunk vele. És hát ott van még ugye a kegyelmeknek a, a, a kegyelmek a mi életünkben. A kegyelmekben Isten mutatkozik meg, Isten adja az ő erejét a mi életünkhöz. A szentségekben és számtalan más ö, Helyen is, az élet legapróbb dolgában is. Önmagában az, hogy föntartja az életünket, tehát ez is, ez is kegyelem. Hát a kegyelmekben is nyilván ott van az Úr elérkezése hozzánk, és akkor, amikor fölkészülünk ezekre a kegyelmekre, várakozunk rájuk, vagy orientálódunk feléjük, az is egyfajta advent, egyfajta Úrjövet. Na hát legalább így öt értelmét föl tudjuk sorolni az adventnek. És tulajdonképpen az Úrra való várakozás, ami, ami, életünk. Az Úrra vál, az úrra várakozunk. Érdemes egy talán egy picit vissza emlékezni, ugye az előző liturgikus évnek a utolsó hetére az ott fölolvasott evangéliumi, illetve szentírási szakaszokra, Ilyen nagyon plastikusan előjön ugye annak a kérdése, hogy hát mikor, mikor következik be mindez. Ugye maguk az apostolok is megkérdezik ezt. Kétségtelen ez egy, ez egy magától értetődő kérdés, hogy na és akkor jó, igen, ezek, ezek ilyen fantasztikus, ilyen ö, végidők, ö, jeleiről beszél a szent, a végidőkörről beszél, és annak a jeleit mutatja a Szentírás elődünk. Mikor lesz ez? Mikor fog ez bekövetkezni? A tanítványok is, az apostolok is megkérdezik ezt. És Jézus kitér a válasz elől. Egyrészt ez egy, ez egy magától értetődő kérdés, és ez igazából ez nem, nem lényeges, nem ez a lényeges kérdés. Egyszerűen azért nem, mert mire kérdeznek rá az apostolok? Arra, hogy mikor találkozunk az Úrral, mikor találkozunk Jézussal, a világmindenség királyával, aki eljön ítélni élőket és voltakat? Mikor lesz ez? Igen, a végítéletben fogunk találkozni vele. Abban a több dologban, vagy több ö, ö, lehetőségben is, amiről az előbb szó volt. Igazából, ö, ha jól belegondolunk ebbe a dologba, tulajdonképpen az Úrra való várakozásnak az ideje az mindig a most. Mert lehet, hogy ebben a pillanatban még nem jött el a Jézus, de a következőben már eljön. Tehát akkor tudom hitelesen élni, tehát, Isten, tehát istenes életet akkor tudok hitelesen élni, hogyha az egész életem tulajdonképpen egy advent, na akkor rögtön lett egy hatodik értelme is itt az adventnek. Tehát, hogy a, az egész életünket egyfajta adventként szabad fölfogni, hiszen mindig, minden pillanatban várunk, illetve várnunk kell az Istent, aki bármikor beléphet az életünkben, életünkbe. És ezért is mondták ugye nagyon világosan, ugye a szerzetesek, hát talán a régebbi időkben inkább, de ez most is továbbra is hiteles megállapítás vagy kijelentés, hogy úgy érjük, úgy éljük az életünket, hogy minden pillanatban várjuk a halálunkat. És ebben nem, ez nem valami morbid vicc vagy valami ö, életunt ö, elgondolás, hanem ez egy hiteles ö, Isten felé való orientálódás, hogy mindig várom Istennek a megérkezését az életembe. Életemben. Kedves testvérek! Akkor, amikor ugye beköszönt az Advent, akkor uhatatlanul megváltozik egy kicsit a, a, nem is kicsit nagyon a világunk. Az a világ, ami körülvesz minket, annak a fizikai valósága. Fényárban úszik a város, mindenütt ilyen fényfüzérek vannak, és hatalmas fényes reklámok, és azért lehet látni, hogy itt valami van, itt valami megváltozott. Tehát nyilvánvalóan ez a dolgoknak a. a materiális része, de ugyanakkor mégis valahogy nagyon szépen rávilágít arra, hogy az emberben van egyfajta várakozás. Tehát egyfajta, ugye szoktuk olyan módon is megnevezni ezeket a dolgokat, hogy egyfajta ilyen romanticizmus, mondjuk így, talán nem a legjobb szót használva, benne van ezekben a dolgokban, egy kicsit a gyermekkorunkra is visszaemlékezünk, illetve most is elbűvölnek minket ezek a fajta ilyen kicsit ilyen mágikusnak, tűnő ö, fényességek, mondjuk a városban, vagy szerte a világban, a civilizált világban, ahol valamilyen módon ott van ugye az advent, illetve a karácsony. Nyilvánvalóan ebben benne van az embernek a vágyakozása. Ennek a vágyakozásnak a mélyén, tudjuk jól, számtalanszor megemlékezünk róla, nyilvánvalóan az Isten felé való vágyakozás van ott. Az egy következő dolog, és Óhatatlanul mindig föl szoktuk hívni a figyelmet arra, és erről el szoktunk gondolkozni, hogy nyilván ez a fajta láz, ami bennünk él, hát nagyon hamar vulgarizálódik, különösen ezekben a napokban egy bevásárlási lázzá. Tehát, hogy ebből a lázból egy bevásárlási láz lesz. Abból a lázból, ami egy igazán mély vágya az embernek, ami, amiben ugye az Isten van ott tulajdonképpen, nem tulajdonképpen, hanem az Isten van ott, ezt úgy nagyon hamar le tudjuk fordítani a bevásárlásban való sikerességünkre. És adott esetben ennek tényleg ilyen hűsies küzdelme is vannak a bevásárlásnak, és milyen jó az, amikor az ember jól be tud vásárolni mondjuk a szentestére, vagy a, a, annak a előkészítésére, az ajándékoknak a megvásárlására, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy félrefutnak dolgok az életünkben. És tulajdonképpen ezt látjuk. Vagy látjuk? Tehát, hogy mennyire tudunk egy kicsit rácsodálkozni ezekre a dolgokra az életünkben, hogy, hogy, hogy ott van egy helyes orientáció az életünkben, és vagy egy helyes vágy az életünkben, vagy ott működik valami, ami Isten felé vinne, és ugyanakkor mégis félresítik az életünkben. Ugye ez nagyon szépen ilyen plastizálódik abban a kicsit magasabb rendű dologban is, amiben ugye az ember, a modern ember megpróbálja megkeresni az isteneit. Óhatatlanul ma az utóbbi jó néhány száz évben, hát egy legalább hogy olyan 200-300 évben, ugye a nagy Isten, ugye ez a tudomány, amiből az ember csinál álmessiást, tehát nem a tudomány tehet erről, erről csak az ember tehet, hogy olyan dolgokat vetítünk bele a tudományba, amit a tudomány nem képes betölteni. Tehát a tudomány szeretnék megtenni annak a azzá, hogy ez a, ez, a, ez a valami, ez megoldja a mi problémáinkat. Ugye hányszor és hányszor halljuk ugye tévében, rádióban, médiában az, hogy hát most ez egy probléma, de majd a tudósok kitalálnak rá valamit, és akkor, és akkor meg lesz oldva az a probléma. És Nagyon érdekes, hogy az utóbbi néhány évtizedben, egy-két évtizedben, nem olyan, nem olyan nagyon régóta, nyilván jelek azok már régóta vannak, de nagyon világosan karakterizálódnak azért, úgy gondolom, az hétköznapi ember számára is, tehát nem csak a vallásos ember számára, ennek az álmesiásnak a korlátai. Tehát, hogy hatalmas a tudományos előrehaladás, de például nagyon világosan ott van a nukleáris katasztrófának a veszélye. Számtalan modern dolog és technikai újítás van, viszont nagyon világosan ott van a környezetszennyezésnek a a környezetszennyezés az emberi természet, az ember, az ember, környezetében, a természeti környezetben. Az ember szennyezi azt a világot, amiben él. És ez egyre nagyobb probléma. De a, ugye a legutóbbi, vagy a mostani dolgokat ugye elővéve, például a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és ugye olyan kérdések kezdenek föl ö, tűnni ugye a tudománynak az egén, amely nagyon világosan rámutat arra, hogy a mesterséges intelligencia sem fogja megoldani a világnak a dolgát, mert egyszerűen ez a mesterséges intelligencia lehet, hogy az ember ellen fordul, vagy fordulhat. Tehát, hogy itt azért korlátai vannak ö, ugye a tudománynak. És ezt egyre jobban látjuk, vagy egyre világosabban látjuk. És ugye ilyenkor van az, az a fajta... Ö, borulátás, vagy homály, vagy aggodalom, vagy sötétség, ami ugye rátelepszik az embernek a lelkére. Ugye ez, ez nagyon szépen ott van Adventnek a világába, hogy ez a, ez a homály, ez a ború, amit nagyon jól ismertek a zsidók, és nagyon jól ismertek a pogány népek is, várva ugye kimondva kimondatlanul úgy Krisztusnak a megszületését. Ez ott van, nyilván nem úgy, de egy más szempontból ugyanúgy ott van a mi életünkben is várva Krisztus második eljövetelét. De soha ne felejtsük el, hogy mi már tudunk Krisztusról. Tudunk Krisztusról? De hogy ez, 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 ez a homály, vagy ez a ború, vagy ez a teher, ez ott van. És ugye ez, ez együtt fut a bűnnek a, a bűnnel. A sátánnak a hatalmával, a sátánnak a működésével. De én azt hiszem, hogy ezt valamilyen érzékeljük, vagy jól átlátjuk tulajdonképpen a, a, az életünkben. Lássuk át, tudjunk rámutatni ezekre a dolgokra. Ezt a homályt tudjuk megfogalmazni. Mi lehet, és ugye ez nagyon szépen ugye ott van, a, tehát mi lehet erre a válasz, és erre nagyon szépen itt, itt találjuk az evangéliumnak a szakasz, az evangéliumnak a sorait. Tehát, hogy a szívunk az, az hajlandó, hajlamos lenne egy... egy, egy elbukásra, egy, egy lehúzódásra, egy, egy, egy ö, bűnnel való elteltségre. Legyen az bármiféle bűn, vagy, vagy a, a gondoknak a, a, gondoknak a sora. De hogy ti emeljétek föl a fejeteket. Ugye ezt halljuk ugye az evangéliumból. És ugye itt lép be ö, nagyon világosan ugye a hit az életünkben. Tehát Testvérek, akkor, amikor ebben az anyagi világban élünk, és amikor, amikor nem látom az Istent, úgymond, úgymond nem látom, akkor a hit ajtaján kopogtatva tudok vele találkozni. De akarok-e vele találkozni? akarok-e hitet az életem? Akarom-e az, hogy előrébb tudjak menni? Az előrébb menetel az mindig növekedés. Ugye mindannak a homálynak a kapcsán, amiről előbb szó volt, ugye, és mindannak a materiális vagy animális létnek a, a sorjázásában, amiben ugye bele tudunk úgy fulladni, Ugye érdemes egy picit úgy, úgy rácsodálkoznunk arra, hogy mi is az ember. Tehát, hogy csak a hasam, vagy csak az érzékeim, vagy csak a nem is tudom én micsodám, aminek a kielégítésével leszek én ember. Tehát, hogy csak ebb, ettől leszek ember, csak ezt tesz engem emberré. Tehát olyan könnyen azonosítjuk ezzel az élettel, úgymond, a mindennapi élettel az embernek az életét. Hát itt jön. Az előbb említett kérés erre a növekedésre. Hogy nem csak úgymond élnünk kell, hanem növekednünk kell. Nem csak élnünk kell, növekednünk kell, ki, lép, ki kell lépnünk abból a, ebből a fajta animális létből, ami, ami úgy gondolom, hogy valamennyünket megkísért, és olykor, olykor én azt hiszem, hogy bele is esünk ebbe a létbe, ebbe a fajta létezésbe. És, és nem látunk át rajta. Na hát ennek az örömét, tehát az erre való válasznak az örömét hozzá nekünk Krisztus. Tehát, hogy ő válaszolni tud a mi mindennapi kétségbeeséseinkre, és mindennapi nehézségeinkre. És bátran mondja azt nekünk, hogy emeljük föl a fejünket, és nézzünk föl, egy nagyon kedves történet az életemben sokszor eszembe szokott jutni, és ennek a mai vasárnapnak a kapcsán is eszembe jutott annak idején, és ugye sokszor el is mondtam már ezt nyilván, akik, sokat beszéltem, azok sokszor is hallották ezt a történetet. Ugye újra szabad elmondani azt, hogy az ember ezekben a történetekben tudja elmondani a saját életét, és tudja elmondani másoknak azt, hogy mit tart fontosnak. Annak idején nagyon kedves dogmatika tanár, nagyon kedves dogmatika tanárunk volt itt a Pécsi Főiskolán, és hát emlékszem, hogy a dogmatika órák azok mindig az 5.-6. órában voltak hétfőn, és hát hol volt szó dogmatikáról, hol kevesebb szó esett dogmatikáról. Ugye ezek ilyen páros órák voltak, tehát ezek a 90 perces órák voltak, és hát az első 80 percben volt, amikor nem a dogmatikáról volt szó. És nagyon szépen és nagyon kedvesen elmondta az atya, aki egy igen köztiszteletben álló és igen kiváló ember, hogy, hogy ugye előző nap volt vasárnap, mindig elmondta, hogy nagyon kedvesen, hogy prédikáltam, és gyönyörűen prédikáltam. Na hát ennek a, a Valóság, és ott volt a hétfői dogmatika órákban, és az utolsó 10 perc volt általában az, amikor nagyon töményen előjött a dogmatika. És hát ugye a vizsgákon mindig kiderült, hogy a, az atya az igen jó dogmatikus, és nagyon-nagyon értelmű a, ezekhez a dolgokhoz. És hát tényleg mestere ennek a dolognak, ennek a tudománynak. És voltak úgy időnként ilyen, ilyen fajta, ilyen, 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 hogy is mondjam, ilyen kilövellései, mint a vulkánnak, és egy alkalommal egy ilyen fajta kilövellésben, egyfajta ilyen, ilyen kitörésben a következőket mondta, hátra csapta a haját, és a következőket mondta, hogy imádkozzak azért, hogy növekedjék a hitem. Tehát, hogy imádkozzunk azért, hogy növekedjék a hitünk. Ugye, hogy ebben alapvetően benne van az a fajta dinamizmus, ami, amit, amiről én nagyon sokáig elfelejtkeztem, és nekem ez nagyon nagy újdonság volt az életem, amikor rájöttem, hogy ez van. És ennek az igazi valóság ennek a dinamizmusnak ez a hit. És ehhez nekem hozzá kell valahogy, hogy így mondjam, álnom. Tehát, az, az, tehát, hogy a jó isten az nem csak úgy meglátogat engem az életemben meglátogat, persze meg kopogtat nálam, de nekem ezt el kell fogadni. Tehát, hogy úgy fogadom el, hogy azt mondom, hogy te végtelen vagy. Tehát, hogyha vagy az életemben, akkor töltsd ki az életemet. Tehát, hogy növekedj az én életemben. De hogy itt most ezt a hit által tudom megtenni. Tehát, hogy növekedjék a hit az életemben. Istenem, én ezt kérem tőled, hogy növekedjék a hit az én életemben. Hogy növekedjék a környezetemben a hit. Hogy növekedjék a szeretteim körében a hit azokkal a, Azoknak a körében, akikkel együtt dolgozom, akikkel találkozom, azoknak az életében, akik rám vannak bízva, és hogy ebbe tudjak élni a hit növekedésének a világában. És hát talán az Advent idején ezért szabad, és ezért kell, ezért lehet imádkozni, ezért kell imádkozni, hogy valóban növekedjék a hit az életemben. Amen.